Sziasztok! Nem sokára le fogom cseréltetni a gumit. Itt meg lehet nézni, hogy az új gumi az sokkal ívesebb, radiálisabb, mint a régi, ami ugye már nagyon-nagyon kockásra van kopva. Lehet is látni a különbséget a kettő között, és itt már ugye alig van profilmélység is. És kíváncsi vagyok erre a Michelin Road 5-re, hogy milyen lesz, mert nagyon dicsérik a Road 4-et is, és ez ugye az utódja lesz neki. És a vizes tapadására nagyon kíváncsi leszek, ugye ezeknek az újfajta vízelvezető barázdáknak, amik befelé szélesednek, annak elvileg annak köszönhető, hogy kopott gumival is ugyanolyan jó vizes tapadása, mint hogyha új lenne a gumi. Meg ugye a széle az majdnem, hogy slick, úgyhogy a kanyarba is lehet fektetni. Elméletileg egy kétkomponensi gumiról van szó, vagy hát gyakorlatilag is. Közepe ugye keményebb, hogy túránál, amikor csak egyenesen megy a motor, akkor lassabban kopjon. A széle meg ugye puhább komponensből van. Itt talán azt hiszem, hogy ez a komponens elválasztó csík itt mind a két oldalt, hogy a széle meg ugye jobban tapadjon a kanyarba, az puhább. Ez a régi szar 2008-as gumi, ez már öreg is, meg újkorában se tapadt olyan jól, úgyhogy végre le lesz cserélve a kicsike. Elől is ugye itt van, itt fordította a mintázat, tehát elméletileg így kell felrakni a gumit. Annak ellenére, hogy ez kicsit furcsa lehet mindenkinek, pedig a forgás irány is így írja. Úgyhogy most fölveszem az úszógumimat, magamra húzom, és elmotorozunk a szerelőig, ahol lecserélik a gumit. Nem tudom, mennyire látszik, belebújtam a gumiba, és úgy fogok motorozni. Máshogy nem tudom elvinni sajnos a szerelőig. Elég furcsán nézek ki, hogy itt vannak ezek a gumik. Bár hátradőlve elég kényelmes. Olyan, mint hogyha lenne egy háttámla a motorom, meg karfák. Olyan, mint egy fotel. Ezekkel a gumikkal. Lehet, hogy a régieket majd beállandósítom, aztán magam köré húzom. Nem is olyan vészes, mint gondoltam egy gumival motorozni. Jó, persze nyilván nem szerpentinezésre való így ez a pozíció, meg testtartás, meg így akadályozza a kezemet picikét, de így egész nyugodtan el lehet robogni vele a szerelőig, minden további megerőltetés nélkül. Súlyponton nem változtatott igazán, nem nehezek a gumik, úgyhogy meglepően jól motorozható. Arra leszek még kíváncsi, hogy a régi gumival ugye az már teljesen le van kockásodva, de annak ellenére még most is olyan kezes érzete van a gépnek döntögetés közben, hogy hihetetlen. Pedig aztán nem egy könnyű motorról van szó, és a gumi is kockás. És kíváncsi leszek, hogy milyen lesz az új gumival, ami tényleg még nagyon-nagyon jó profilú. Tehát megvan neki a szép íve, valamint eleve jobb a tapadás, amivel puhább. Nem keményedett meg a hosszú évek alatt, mint ugye a másik, mert ez igen friss gyártás. És menj csak! Na és ugye eleve a tapadása is jobb a guminak, valamint a dönthetősége is sokkal jobb lesz az új guminak. Amikor a GS500-on annó kicseréltem az új gumikra a régieket, hát körülbelül olyan érzés volt, mintha egy másik motort kaptam volna. Teljesen hozzá kellett szoknom az új érzéshez. Más volt a dönthetősége, más erőket kellett alkalmazni. Biztos vagyok benne, hogy itt is sokba fog javulni a kezelhetőség, meg furcsa is lesz, de hosszú távon biztos, hogy megéri ez az új gumi. Valamint majd később fogok csinálni egy tesztet is erről a motorgumiról, amikor már belemotoroztam pár ezer kilométert, és akkor talán jó segítség lesz azoknak, akik még nem ismerik ezt a gumit, és esetleg ilyenek gondolkoznak. Zézaért pedig bocsánat, de rohadtul fúj a szél, beszakad a fejem, úgy üvölt. Eleve a menet szél is, plusz még alapból olyan szél fúj, hogy simán fel tudja dönteni a motort, hogyha az ember nem vigyáz rá. 2000 years later. Na, itt van a kis kutyuskám.
Éppen most hozom el a szerelőtől, és már fent is vannak az új gumik. Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Biztos, hogy teljesen más lesz az érzete a motornak kezelhetőség szempontjából. És a hátsó gumi is ugye teljesen új, nincs lekockásodva, úgyhogy szinte egy új motort fogok vezetni. Kíváncsi leszek. Röffentsük be! Jaj, de hiányzott a kis hangja. Basszus, hát ezekkel a gumikkal olyan, mint hogyha szerintem 100 kilót leadott volna a buldog. Olyan dobálni, mint egy biciklit tényleg. Rettentően könnyű. Nagyon alacsonyan van a súlypontja, ugye? És így... Ó, hát gyerekek, ez egy álom. Ez egy álom tényleg. Eddig is könnyű volt döntögetni, de így még jobb. Eddig tetszik ez a gumi. Viszont az elején még óvatosan kell bánni vele, ugye le kell koptatni azt a csúszós réteget a tetejéről, a külsejéről. Úgyhogy az első 1-200 kilométeren óvatosan kell vele közlekedni és kanyarogni, mert amíg az nem kopik le, addig veszélyes tud lenni kanyarban, meg fékezésnél. Egy új motort kaptam lényegében ezzel az új gumival. És senki nem mondaná meg, hogy milyen nehéz ez a motor a kezelhetőségéről. Talán még a kis BMW G310R-t volt ilyen könnyű dobálni, amit teszteltem. Még a GS500-at is nehezebb volt, pedig új gumik voltak azon is. Komolyan olyan élvezetet dob a motorozáshoz. Úgy érzem, mintha felhőkön gurulnék. Tehát tényleg semmi rázás, vagy nem is tudom, hogy ezt nem tudom leírni. Tehát aki új gumit vesz, az tudja, hogy ez milyen érzés. Tényleg olyan, mintha felhőkön gurulnék. Hú, de jó basszus. Kicsit koptatgassuk a széleit még így egyenesben, hogy ne a kanyarba kelljen majd a csúszós réteggel megbirkózni. Csak menj! Itt van a kis Audi is. A kollégám segít hazahozni. Mivel ugye egy seggel két lovat nem lehet megülni. Csak egyet. Jaj, de kis szép az Audi. Lehet majd rendszámot cenzurázni, bassza meg. Még mindig fönt van a csapatnak a logója a szélvédőn. A Motorola Vloggers. Basszus, megered az eső. Jól beszapom. Na, el is köszönök gyorsan, inkább leveszem a kamerát. Nehogy aztán a végén tönkre menjen, mert akkor nem fogok több videót csinálni, amíg nem lesz másik kamera, úgyhogy elköszönök tőletek. Csak ennyi volt az élmény megosztásom az új gumikról. Hatalmas élmény új gumival motorozni, sokkal jobb, tényleg élvezetté teszi a motorozást, még a motorozáson felül is. Úgyhogy vegyetek új gumit. Ennyi voltam mára. Szevasztok!